Államtitkár úr, szeretném én is megkérni önt, hogy érdemi válaszokat adjon, és szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy mi az elmúlt éveknek a gyakorlata, amit önök folytatnak. Behoznak valamilyen törvényt a ház elé, amiről semmilyen érdemi vitát nem akarnak lefolytatni, elmondják a felszólalásukat, hogy önök szerint ez az egész miről szól. Az ellenzék elmondja a számos-számos kritikát, felteszi a számos kérdést, amire várjuk a választ, amiről szeretnénk vitát lefolytatni, hiszen mi tényleg érdemben Magyarország biztonsági érdekéről szerettünk volna beszélni, és ezek után önök végigverják ezt a folyamatot, megvárják, amíg elnök úr lezárja a vitát, és önök zárszóként egy-egy dologra, hát talán válaszolnak, talán nem, néhány frázist elpuffogtatnak, és arra mi már nem tudunk reagálni. Úgyhogy államtitkár úr, ha egy picit is komolyan gondolják ezt a törvényjavaslatot, sajnos a normaszövegben nem ez látszik, de azért adjuk meg az esélyt, legyünk optimisták. Ha egy picit is komolyan gondolják, akkor ön most a vita során úgy válaszol a kérdéseinkre, és úgy szól hozzá, hogy arra mi még tudjunk érdemben reflektálni, amire természetesen ön egyébként újra válaszolhat, tehát megvan a lehetősége. Tehát nagyon kérem, hogy ezt tegye meg, bizonyítsa ezzel is azt, hogy egy picit is fontos önöknek Magyarország biztonsága, vagy az a cél, amit megfogalmaztak ebben a törvényjavaslatban, és ne az történjen meg, ami egyébként az esetek 99,9%-ában megtörténik, hogy megvárják szépen, lezárja elnök úr a vitát, és akkor önök még három mondatban elmondják azokat a kommunikációs frázisokat, amiket egyébként át akarnak tolni akár a sajton vagy a nyilvánosságon, és már senkinek semmilyen módja nincsen reagálni erre, maximum bekiabálhatunk a terembe. Úgyhogy legyen kedves, szóljon hozzá most a vita során.